Üdvözlök, ismételem mindenkit! Itten látható ismét ez a határ. Mik is vannak ültetve. Egyéb más minden. Mindig a napi munkát el kell végezni. És aztán, mint mindig, minden videóban szinte meg van említve, nem szabad semmilyen filmeket, sorozatokat, online streameket nézni, mert mind-mind károsak mindenre. És akkor itt lehet látni, én most mit is csinálok, sétálok a határban, közben meg edzem a szemeimet, hogy minél távolabb nézek, annál jobban jobb lesz a szemnek a fókusza, nem úgy, mint mások a vagy akárki, amit akarnak, folyton nyomják a számítógépen a játékokat, és nagyon káros. Virtuálisan játszni rajta, kielezni, éleszkedni rajta, amit a valóságban nem tudsz megtenni, elérni. Helyette belenyugodsz abban, hogy a játékban el lehet érni. És mostan, amit el lehet érni, virtuálisan. Szerintem lehetne valósabbos elérni. De mit módszerre elérni? Van ilyen rossz gondolkodás, módszer, mód, ma szerint van. Megvan a cél, és akarsz tenni, rossz a célt iparkodsz elérni. Ez nagyon rossz hozzáállás. Megmondom miért. Mert sosem nem a jelenben pillanatni jelenben kell élni, hanem a múltba és a jövőbe. Ezen el lehet rajta gondolkodni. Mi is van ezen? Értve. Most tételezzünk fel a helyzetet. Netán nagyobb kockázatot akarsz bevállalni, kis idővel nagy tőkéhez jutni, akkor nyilvánvalóan nem állsz el ilyen 16 órás, 3 napos munkaszalagon való munkához, hanem elgondolkozol rajta, hogy mit is lehet csinálni. Ami rövid idő alatt nagy tőkéhez juthat. Attól függően, hogy legálisan vagy illegálisan akarod folytatni, attól függ, hogy mennyire is vagy eszelni, mennyire jó az agyad. Nagy százalékba, százalék milyen a százalékok, átlagos agy, amit már óvodás korban le van tanítva, le van butítva, az mindig a biztonságra megy, és a belenyugvásba. És egy valami cél elérése. Mind-mind nagy marhaság, aki ezt kitalálta, megnyugodnak, legyenek jó formán az életükben. Van házuk, lakásuk, éven terminak menni egyszer vagy kétszer nyaralni, és erről szól nekik minden. És hogy valóban az izgalom, az adrenalin, hát sehol sem. Hát, érdemes ezen gondolkodni. Hiába gondolkodik az emberi agy, ami már tisztára még van már betegítve. Egyszerűen ugyanúgy viselkednek
22 évesen, mint ha van még óvodások lennének. Ugyanúgy sorba állnak, ugyanúgy várnak, ülnek. És mi a felének ülnek ottan, egy helyben nem is kell ülniük. Azért, mert volt olyan gyakorlat, még régebben óvodás korban az volt a feladat, hogy 10 perccel hamarabb le kellett ülni a székre, mint hogy megjelenjen az előadónő. Ez most mire jó? Hát... attól függ ki, hogy veszi. Föl! Már kell szednünk onnan, hogy óvodás korban, hogy az óvónő nagyba parancsolgat, ez károsítja a gyermeknek az enyéni kifejlődését. És nagyba dicsérgeti, jaj de jó vagy, jaj de jó, fégeszi mindent el. Hát, ez nagyon nagy ocsmányság. Ennél nagyobb ocsmányságot már el sem lehet nagyon viselni. Ezen alapszik a mai álláspont, a motiváció. Mire motivált a munkás? Többet gyártsanak, és annál és a neve fel lesz, ki lesz emelkedve a többitől. Most komolyan. El lehet azon gondolkozni, most egy pár, aki többet akar dolgozni, fel legyen a neve. És azért más 3-4 darabot kirúgnak. Hol van itt a logika? Hát, olyan rossz gondolkodás, mert ez. Én szerintem a legelsőnek, a többinek össze kell fognia, és kidobni azt az egy párat, aki akar jutni a táblára, a neve, szerepeljen valahonnan. És tartani az alap normát, minek kell többet csinálni. Meg egy vacak kiírás miatt, kezdődik a problémák abban az egyénben, aki abban éveszkedik, hogy neve ki legyen írva a táblára, annak komoly problémái lehetnek az életében. Valamit nem kapott meg, az is lehet, hogy rossz volt az óvónéni hozzá, molesztálta, sarokba állította, és azért ott évezi ki magát ki, hogy ottan ki van írva a nagyobb betűkkel a neve. Ez nagyon beteges dolog. Mint mindig, ezről is megvan, hogy ki is, mit is tehet róla. Tenni. Sima emberi agy. Egyszerűen. Ezt nem tudja feldolgozni. És azért kell neki folyton kitűnnie többje közül. Közben meg árt a többinek is, ha minél többet kelljen dolgozniuk. Mind-mind eszerű a szokás szerint az oktatási rendszer, tehát ami mindig arra tanítsa meg az egyént, hogy biztonságban kell lennie, nyugodtan, mert bele kell mindenbe törődnie. Ez mind-mind
az ördög műve. Köszönöm a pillanatokat, szavaztok!